Ki maga? Az nem fontos. Hogy talált rám? Zuckerberg is leragasztotta a kameráját. Maga miért nem? Miért nem ölt meg, amíg eszméletlen voltam? Minőségi munkát végzek. Szeretem, ha a célpont sem csalódott, és tudja, hogy mi történik vele, és miért. Na ide figyeljen! A főszerkesztő kéri a cikket. Ugye tudod, hogy ez sosem kerülhet ki innen? És mi lesz az igazsággal? Igazság? Ugyan? Mindig úgy beszélünk róla, mintha egy lenne belőle. Egy, ami mindenre vonatkozik. De tudod mit? Nekem is igazam van. Neked is igazad van. Sőt, az utcán sétáló embereknek is mindig azuk van. Mindenkinek igaza van. És közben senkinek. Ki dönti el, hogy kinek van igaza? Mindig azoknak, akik többségben vannak. Amint a hatalom kiválasztott egy igazságot, értelemszerűen a sajátját, mindenki más véleménye feleslegessé válik. Véleménye persze mindenkinek van, de valahogy a másiké senkit sem érdekel. Szerinted kit fogsz meggyőzni? Az idős nyugdíjast, aki egész nap a tévé előtt ül, egyetlen csatornát néz, és neki az az igazság? Vagy a melóst, aki 8 óra munka után holt fáradtan érkezik haza, megmondta egy sört, és mit sem érdekli ez az egész. De hiába, valakit így is zavarsz. Végül is. Úgy is ez számít, nem? Mindegy, mi történik. Lényeg, hogy nekünk jó legyen. Aki meg mégis foglalkozik a közösséggel, ezt úgy is hülyének nézik. Én is valahogy így működök. Írom a kis cikkeimet. Talán ez is egyfajta önzőség. Ezért próbálok másokon segíteni, másokat felvilágosítani, hogy én is egy kicsit jobban érezzem magam. Most mi lesz velem, megölsz? Nem kerül ki a cikk. Ennyi. Előbb buktok el, mint hogy megölsz minden kételkedőt. Amíg csak egy ember is emlékszik, milyen volt az élet. Hát, szabadon? Nem is szabadon. De előttetek. Veszélyben vagytok. És el is tévítottok mindenkit! A kövek fognak kiáltani! És az a csend. Hangosabb lesz bárminél, mint amit eddig hallottunk. Mert a csöndben minden bűnötök szóhoz jut. Ez a csend fog az őrületbe kergetni titeket. Igazság. 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 Igazság.